szabadság szerető szívettől új lángra gyullad Európa. Ez a vidék a felvonulási területe a Szent István halálát követő trónharcoknak. Itt zajlott le 1241. április 11-én a tatárjárás legnagyobb csatája, melyet a krónikák múlt csata néven emlegetnek. Jelentős szerepet játszik térségünk a 17-18. Századi függetlenségi harcokban, ha csak ilyen történelmi személyiségekre gondolunk, mint Bocska István, Bethlen Gábor, Első Rákóczi György, Tököl Imre, vagy, akiért ma itt vagyunk, második Rákóczi Ferenc. Amikor a nagyságos fejedelemre emlékezünk, ezeket az örök értékeket ápoljuk önmagunkban, törekszünk megvalósítani hétköznapjainkban. E gondolatok jegyében köszöntöm Önöket, és nyitom meg a 15. Akik a magyar történelemben a legtöbbet tették ezért a pozitív szellemiség kialakításáért, és itt a terület, amely abból áll, hogy a magyarság szétszorgott különböző nemzetrészekre, és ezek a nemzetrészek, látjuk napjainkban, néha nem könnyű helyzetben küzdenek azért, hogy megmaradjon. Államférfia volt a magyarság történetének. Egyesület nevében helyezi el koszorúját dr. Mennyi Roland, dr. Halt József, Tóth Tibor, valamint Kalapos István. A Belefási Ludovika néptáncsoport nevében koszorunk két tanulót.